Már az első etetéstől kezdve nem tudta bent tartani az ételt. Hunter még csak 2 napos volt, amikor szülei, Jake és Casey észlelték a bajt. Mindössze 1/6 deciliternyi tápszert tudott megenni, az átlagos 0,5 deci helyett. Ha egy kicsivel is többet evett, vagy megnyomódott a hasa, már is visszabukta az ételt, nem maradt benne semmi. Hunter orvosa megröntgenesztette a kicsit. A gyomrának 2/3 valami daganat foglalta el. Meg is mutatta, hogy hol van. Ki lehetett tapintani? Talán ez volt a legszívszorítóbb dolog. Érezni lehetett azt a daganatot, amitől nem tudott enni. Az orvos elmondta, hogy ez életveszélyes, és azonnal be kell avatkozni. Elmondta, hogy Hunter nem élhet együtt ezzel a daganattal. Ki kell venni, mert így nem tud annyit enni, hogy életben maradjon. Emlékszem, hogy nagyon aggódtunk és féltünk. Sokkot kaptam, nem tudtam, mit mondjak vagy higgyek. Az ember egyszerűen nem számít ilyesmire egy 2 napos gyermeknél. Huntert helikopterrel vitték az 5,5 órányi útra lévő Denveri Rocky Mountain gyerekkórházba. Jake és Casey pedig megosztott egy imakérést, ami elterjedt. A bátyám Morgan feltette a Facebookra az imakérést. Órákon belül az ország minden sarkából, sőt a világon mindenfelől jelentkeztek a barátai. Ausztráliából, Új-Zélandról és még Angliából is. Az összes barátja és azok gyülekezetei is mind imádkoztak Hunterért. Az órákon belül megalakuló imakörök lenyűgöztek minket. Jake anyja Norlin felhívta a CBN imaközpontját. Nem találtam szavakat az imához. Úgy éreztem, szükségem van valakire, mert én nem tudom szavakba önteni a kérésemet. De a vonal végén segítettek ebben. Pont erre volt szükségem. Jake emlékszik a hosszú denveri útra. Hihetetlenül aggódtam. Az út nagy részét Hunterért imádkozva töltöttem. Denverben az orvosok megvizsgálták Huntert, és a 3D-s ultrahang megerősítette a diagnózist. A legoptimistább becslés alapján 2 hónapos kórházi kezelés elé néztünk, de valószínűbb volt a 6 éves. A műtét előtti estén Casey a fiát etette. Egyedül voltam a szobában, és Huntert etettem. Megitta az egész 0,5 decis adagot, és tökéletesen jól volt. Akkor még csak óvatosan voltam optimista, mert nem akartam hiába reménykedni. De éreztem, hogy valami megváltozott. Másnap reggel az orvosok egy újabb MR-t kértek, hogy a műtét előtt pontosítsák a helyzetet. Kis idő múlva az orvos olyan furcsa arckifejezéssel jött be, hogy szinte halálra rémisztett, mintha történt volna valami, ami talán nem jó. De aztán azt mondta, van valami újságunk önnek, most kaptuk meg az MR-t. Nem tudom, korábban mit láttak, de most már nincs ott. Orvosi leletek bizonyítják, hogy a 12-én észlelt daganat másnapra eltűnt. Nem tudták megmagyarázni. Nem is igazán próbálták megmagyarázni. Tudtam, hogy meggyógyult, és az Úr gyógyította meg. Emlékszem, hogy összenéztünk Caseyvel, és mindkettőnkből kitört a sírás. Ma Hunter egy egészségesen nyüzsgő kisgyerek. Jake és Casey hálásak a gyógyulásért és az ima támogatásért. Ezrek imádkoztak Hunterért, és minden egyes imádság számított. Az Úr ilyen kapcsolatot akar velünk. Bármit kérhetünk tőle. Jöjjenek bátran Isten trónja elé.